A fejnyomú csapatban 44-es Jakocska Csaba a kapuban, 5-ös Farkas Sándor, 7-es Orosz Flórián, 10-es Barta Ferenc, 11-es Popovics Norbert, 13-as Kovács Béna Róbert, 14-es Antal Roland, 15-össel Imre Zsolt Péter, 16-ossal Szatke Márk Zoltán, 17-essel Kovács Erik Dávid, 19-essel Horváth Norbert. Cserepadon kapott helyet 1-essel Szűcs Krisztián, 3-assal Kócé Szabolcs, 4-essel Szász Máté, 8-assal Varga Ákos Gábor, 21-essel Imre Márk. A Máté Szalkai MTK csapata, 72-es Szilágyi Patrik Péter, 3-as Szabó Dávid, 4-es Szántó Zoltán, 5-ös Tempfli Imre, 7-essel Fehér Dániel Vasile, 10-essel Botos Dániel, 11-essel Petrohai Miklós, 12-es Nagy Tibor, 16-os Magyari Máté, 17-es Bodó László, 35-essel Nagy Zoltán Imre. Cserepadon kapott helyet 77-essel Cserekapus Munkácsi Máté, 2-essel Tóth Gergő, 8-as Molnár Szabolcs, 13-as Gergely Máté, 18-as Tempfli Péter, 49-essel Huszti Bence. Fejegyomt a csapatnak ugye Harbola Balázs a szakvezetője, a Máté Szalka csapatának pedig ugye Botos Alexandru. Szabadrúgás következhet. Fehér gyarmati szabadrúgás tehát, és most már tényleg odaérünk az első negyed óra végéhez. Huha, ezt nem a legjobban oldottuk meg. Ájjáj, így lett jó. És megszerzi a vezetést Petrohai góljával a Máté Szalkai csapat. Ez bal szerencsés volt számunk, a Petrohai Miklós góljával vezet a Máté Szalka együttese. Tisztelt közönség, Petrohai Miklós góljával a Máté Szalka megszerzi a vezetést. No, hát igen, ez most egy picit hideg zuhany. 15. percben a Máté Szalka vezetéshez jut. Orosz Flóri, Kovács Robi átveszi. 11-es, Kovács Robert harcolja ki a 11-est, Nagy Zoltán Imre. Rábizony, nagyon higgadtan, remekül értékesíti a 11-est. Ez, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ha nagyon pikírt akarnék lenni, hát akkor szerintem én és Tivi is így rúgtuk volna ezt. De nem biztos. Na mindegy, az a lényeg, hogy Orosz Flóri nagyon jól megoldotta a dolgot. 17. percben. Hát így kell egy 11-est rúgni egyébként. Popovics. Előnyszabály. Popovics. A Popovicsot kapott. Nem csak ideget, meleget. Magyari fog sárgalapos figyelmeztetést kapni egyébként. Hoppá! Na ez már gól! Szatke! Ez már belövi Szatke! Nem tudta kihagyni! Azt mondja, Harbola Balázs, csak berúgta már üres kapura, de hát ott kellett lenni. Szatke Zoltán! Szatke Zoltán! Tisztelt közönség, Szatke Zoli, ez bizony már belőtte. Bravo Zoli, ezzel a találkozása 2-1 a fehérgyarmati csapat javára. Hajrá fehérgyarmat! Szatke Zoltán tehát a 39. percben betalál. Ezzel tehát 2-1. Kovács Robi, új de szép cselek. Bravo Robi. Kovács Robi, Barta. Nagy labdát adott Bartának. Barta. Á, Feri, ebben sokkal-sokkal több volt. A meccsben, az első félidőben pedig ennyi volt benne. Ebben a pillanatban felharsan Valu Tibor játékvezető sípja. Tisztelt nézők, a fehér gyarmat a Máté Szalkán az első félidő után 2-1-re vezet a két csapat. Innen folytatja. Orosz Lóni fordít át a túloldalra Kovács Robinak. Micsoda labda! Kovács Robi elviszi. Hoppá! 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 Kovács Robi hozzáért ott egy játékos, egy védő. 3-1 a fehér gyarmati csapat javára. Orosz Flóri remek labdát tett oda Kovács Robinak. Tisztelt közönség, azt gondolom Orosz Flóri is minden dicséretet megérdemelt. Fantasztikus labdát tálalt oda Kovács Robi elé. Most volt egy pici szerencsénk is, hiszen balszerencsés mozdulattal Kovács Robi lövéséhez hozzáért a Máté Szalkai védő, és így a labda a hálóban kötött ki. Tisztelt közönség, azért mi adjuk Robinak ezt a gólt. 3-1 arányban vezet a fehér gyarmat a Máté Szalka ellen. Hoppá,
Horváth Norbi most nem jól találtad, aztán majdnem visszakerül hozzá a labda. Ej, Popovics! Ej. Hát ez egy érdekes találat, amit kapunk. Fehér betalál végül. Hát most is hamar jön a válasz, mint az első fél évben, hogy nekünk is sikerült. És hát ugye az új ember, Fehér Dániel Vasilev betalál bajnoki mérkőzésen, és 3-2 a találkozó állása. Kovács Abi visszaszerzi. Imre Zsolt. Átteszi. Ott a gól! Bravo, szíciós! Kovács Erik feliratkozik a gólszerzők közé. Imre Zsolt passzát gólra váltja. 4-2 ezzel a találkozó állása. Tisztelt közönség! Azt gondolom szép támadás volt. Imre Zsolt passzát, aztán Kovács Erik is gólra váltja, úgyhogy Erik is feliratkozik Fehérgyarmaton a gólszerzők közé. Gratulálunk, Erik! 4-2 ezzel a találkozó állása. Na, labdaszerzés! Jó van, Zsoltika, ügyes, bravo! Tesójával, Imre Mákkal játszik, azt mondja, van nekünk még egy testvérpárunk. Imre Zsolt és Imre Mák most együtt a pályán. Ej, de jó labda! És ott a gól! Kovács Róbert! Hihetetlen, nagyon jó labdát kapott! Tisztelt közönség! Hát egy újabb forintos passz, és Kovács Robi! Robi! A második gólját szerzi a mérkőzésen. A Kovács testvérpár már 3 találatunkat szerzett. Hölgyeim és uraim, 5-2 a találkozó állása. Hajrá, Fehérgyarmat! Köszönjük a Szatmárfalatiknak a fantasztikus szurkolást! Nagyok voltatok, akár csak a csapat!